az ember nem lesz ideges, hogyha festhet, akkor megszűnik az idő, ami egy nagyon fontos dolog, de megszűnik a tér meg az idő, és akkor csak magam vagyok, az ecsetem, meg a vásznam, és bizony teljesen el lehet lazulni. Jubileumi kiállításra várták az érdeklődőket, hisz Hész Zsuzsanna épp 2 évtizeddel ezelőtt, 2003-ban ragadott először ecsetet. Azóta mintegy 900 festmény készült el csopakon lévő műhelyében. Mestere a 2 éve elhunyt Kádár Tibor volt. A tárlatot nagy érdeklődés mellett Bán László, a Füred Televízió szerkesztő műsorvezetője nyitotta meg az Arácsi Népházban. Zaklatott háborúkkal és rossz hírekkel teli világunkban mindenkinek szüksége van egy helyre, ahol megszűnik a külvilág zaja, ahol békét és nyugalmat talál. Ez lehet a család, vagy egy közösség is. Hén Zsuzsanna ezt saját alkotóműhelyében lelte meg. Hén Zsuzsanna, amikor fest, tudatosan elvonul, kivonul a hétköznapi rohanásból. Teremtett magának egy saját szentélyt, amiben jól érzi magát, ahol csak a vászon, a festék, az ecset és a fejében lévő alkotás képe létezik, hangzott el a megnyitón. A festő híradónknak fejlődési útjáról, az alkotás öröméről beszélt. Periódusok voltak ebbe a fejlődésbe is, ugyanúgy, mint az embernek az életében, mert alapoktól indultunk, és szoktam mondani a tanárom, hogy a pontvonal, ugye ezt már mindenhol elmondtam, de tényleg így indultunk. Rajzolással kezdtünk, nagyon sok mindent tanultunk, aztán színnel próbálkoztunk, és aztán utána következett az olaj. Először csendéletekkel, kirakott csendéletekkel, megvilágított csendéletekkel, fény-árnyék viszonyokra alapoztuk ezt a festészetet. Elindultunk a tájképfestészethez, aztán kiültünk, aztán portréztunk, és valahogy így eltelt ez a 20 év. Azt gondolom, hogyha valaki valamit csinál, akkor próbáljon meg utána járni, és szerintem akkor teljesedik ki csak az ember, hogyha gyakorol, és minél többet fest, mert nagyon sok mindent tanultunk a tanárunktól, de az, hogy ezeket pontosítsuk, ahhoz szerintem festeni kell, az nem egészen elég, hogy csak festünk és festünk, hanem azért bizonyos művészettörténeti alapokat meg kell tanulni az embernek, tehát hogyha belevetem magam abba, hogy szeretnék festeni, akkor tudnom kell, hogy ki hogy festett, miért festett úgy, milyen izmusok voltak, hogy követték egymást ezek az izmusok, és ezeket kipróbálja az ember, hogy melyikből mit tud átvenni. Ez egy tanulási folyamat, szerintem ezen mindenkinek át kell esni, és nem szégyen az, hogyha nagy festők képeit megpróbáljuk lemásolni, úgyse sikerül, de azért próbálkozni lehet, és azért színkeverésbe, perspektívába, kompozícióba ezek rengeteget számítanak, és utána az ember, amikor olyan gondolatai vannak, akkor ez azért bizony hasznára válik. Az emberi alakok, az még mindig kihívás, mert hogy az ember szeretné azt, hogy anatómiailag helyes legyen, hogy a szem ne legyen kancsal, hogy azért valamit kifejezzen egy portré, ezt még azért tanulni kell szerintem. Az ember mindig tűz ki célokat, hát szeretném ezt még finomítani. Most ugye a realizmus felé hajoltunk el egy picit, itt ez még nagyon-nagyon messze van attól, hogy egy kép fotorealista legyen az én olvasatomba, úgyhogy ha még ezt kipróbálnám, hogy milyen az. Tehát ez egy technika, ez egy nagyon érdekes technika. Ugye több réteget visz fel az ember, és igazándiból látni kell az elején, hogy mit akarok a végén, és nem olyan nagyon egyszerű. A
megnyitón Kürönya Veronika zongorázott és Rába Közi Rita énekelt. A külföldön és idehaza is számos kiállításon bemutatkozott Hén Zsuzsanna, periódikusan 5 évenként állít ki. Legújabb festményeit december 4-ig láthatja a közönség az Arácsi Népházban.